A 2023-2024-es szezon rajtjánál egyik szakvezető sem okozott meglepetést. Az Aquitál vezetőedzője Tóth Balázs, illetve honvédos kollégája Pinezics Máté is az előzetesen várt kezdőcsapatokat küldte pályára. A mérkőzést és ezzel a szezont a feljutásra hajtó Honvéd kezdte jobban. A negyedik percben a mérkőzés első szögletébe Bence Leitner barna ért bele. A labda az egyik csákvári játékoson megpattanva a hazai hálóba csorgott. Hiába csúszott László Noel, már nem tudta kikanalazni a játékszert a kapuból. A 12. percben újra a Honvéd veszélyeztetett. Egy labdaszerzés után Kerezsi Zalán ment el a baloldalon, éles szögből leadott lövését azonban védte az MB2-ben most debütáló Pécsi Ármin. A 29. perc hozta az első nagy hazai lehetőséget. Szakály Dénes jobboldali beadását Nagy Zoárt készítette le lövésre Farkas Aurél elé. A csákvári középpályás 14 méterről tüzelt is, Dús Gellért azonban nagy bravúrral védett. A 32. percben László Noel szabadrúgását csúsztatta alig mellé Nagy Zoárt, majd az első félidőt keresztes Noel fejese zárta, Pécsi Ármin azonban biztos kézzel védett. Az első félidő jó Honvéd kezdése után a második játékrész az Aquitál villámrajtját hozta. A 47. percben Fejős Áron jobboldali beadását Szakály Dénes fejelte vissza Nagy Zoárd elé, a hazai támadó pedig az ötösről ballal a sarokba terelte a labdát. A 49. percben Bence Leitner barna egy szabadrugás után ballal, kapásból, éles szögből az oldalhálóba lőtt, majd az 54. percben a másik oldalon Fejős beadása után Nagy Zoárt fejelt a Honvéd kapuja mellé. Az 55. perc nagy Honvéd zicsert hozott. Holman Dávid labdájával keresztes Noel lépett ki, elhúzta a játékszert Pécsi mellett is, ám a kapura lövésre nem maradt erő, a labda nem jutott el az Aquitál portájáig. A folytatásban főleg hazai lehetőségek jöttek. A 61. percben László Noel, a 71. a szintén a bal oldalról meginduló Tamás Nándor lövését kellett védenie Dús Gellértnek. Az Aquitál a 76. percben meccslabdát hibázott. A csereként alig egy perccel korábban beküldött Juhász Levente ment el a bal oldalon, beadására remek ütemben érkezett Farkas Aurél, fejesét azonban a Honvéd kapusa óriási bravúrral a léc fölé nyomta. A 85. percben az ugyancsak csereként pályára lépő Simon András 16 méteres ballábas lövése került el centikkel a Honvéd kapuját, a kimaradt csákvári lehetőségek pedig a 86. percben megbosszulták magukat. Átrok István keresztlabdáját a felfutó Szabó Alex fejelte középre az alapvonalról, a jól érkező Kerezsi Zalán pedig egy lépésről a kapuba terelte a labdát. A hazaiak a hátralevő időben nagy energiát fektettek az egyenlítő gól megszerzésébe, de nem jártak sikerrel, a Honvéd 2-1-re nyert az Aquitál FC Csákvár otthonában.